Békét csak álom hozza. Menjünk! Na végre! Utána! Milyen szakasz parancsnok helyettes ez, mikor a csizmáját se képes megtalálni? Itt van, tessék, megtaláltam ezt a vegyár csizmát. Én vagyok a hibás, én dugtam az ágy alá. Te lepcses szájú. A katonák, amint hátrajönnek az élvonalból, kitör belőlük az élni vágyás. Én pedig őrnagyártás, semmiféle fegyelmezetlenséget. Erőt, egészséget, őrnagyártás. Tegyünk. Te nekem jelentést hisz, én neked megrovást. Küldök neked újakat, és aztán minden kezdődik előről. Ezt akarod? Olyanokat küldjönek, akik nem isznak és nem koslatnak örökké a menyecskék után. E unokokat akarsz? Az már nem az én dolgom. Az az igazság, hogy nem tudsz rendet tartani a körületedben, a nők. A polgári lakosságnak nem parancsolok, ezt már megtárgyaltuk, pedig miattuk van minden baj. Őrnagy elvtárs, jöjjön be egy percre. Még meleg a szamovár. Nem, köszönöm, mennünk kell. Jól van, Baszko. Jól van. Ide a szakaszparancsnok helyettes. Bevonulsz a szakaszoddal a törzs rendelkezés alá. Értettem. Neked pedig, Vaszkó, olyanokat küldök, akik a szoknyától meg a pálinkaszaktól még nálad is jobban fintorognak. Nem maradhatnánk még, őrnagyártás. Indulás. Ezt jól kisírtad. Ne bőd már, te bolond. Törődj bele. Derék fiúk, ezek kárért. Az volt a baj, most hogy akartak hízen. Az újjakhoz, parancsnok! Gondoljatok ránk néha! De még milyen helytelenül. Már 3 napja védelem nélkül van az objektum. Engem hibáztat az őrnek. Pedig tulajdonképpen ő a tehetetlen. 2 tisztességes rajt
nem tud összesedni. Milyen csend van. Miattatok van minden. El kéne távolítani minden fehér népet az összes harci övezetből. Minél messzebb. És akkor mi lenne magával? Ki mosná ki a kaptáját meg egyebek? Megérkeztünk. Rakodjatok le szaporán. Ez lesz ezentúl az otthonotok. A légvédelmi tüzérek. Parancsnok is jött. Olyat nem látok, Jadot Jevgatics. Az a szerencse. Nem jó megosztani a hatalmat. Gyertek, fiú! Nézzétek, megjöttek a légvédelmi tüzérek! Egyébként a házaknál laktak. Azok férfiak voltak, mi meg nők vagyunk. Csak, ez hova tegyen? Ez a sarokban az enyémben. Mi a neved? Bricskina, Lizavéta. Hová való vagy? Brancsinai. Csak nem kolhozban dolgoztál. Ne bizonyos. Ne inkább az apának segítettem. Nagy segítség lehetett. Gyertek, tegyük helyére ezt az asztalt. Hát szóval, a körletből engedélyem nélkül egy lépést sem. Még szamócát szedni sem? Ilyenkor még nincs szamóca. De sóskát szedni csak lehet, törzsőrmester elvtárs. Rosszul bírjuk főtétel nélkül, lefogyunk. Legfeljebb a patakig. Az árterületen rengeteg sóska van. Liuda Vera Kátyenka, őrségben. Hát ezt meg hogy kell érteni? Mit, törzsőrmester elvtárs? Kátya a felvezető. Kösz szépen a bizalmat. Erről van szó. Az őrségváltás szigorúan hivatalos hangon kell végrehajtani. A szabályzat szerint. Ez a verázás, katyenkázás. Pedig a szabályzat. A szabályzat a katona számára az maga. Nekünk ezt engedélyezték, törzsőrmester elvtárs. Igen, az ellenség félrevezetésére. És most hagyjunk magunkra. Rendbe kell tenni magunkat. Addig gondoskodjék félre első helyről. Miféle félre első helyről? Nem látok bokrokat sehol a közelben. Pedig a szabályzat! A szabályzat a katona számára! Szorgoskodsz, Fedot Jevgrafics. Csak spórolj az erőddel, meg ne erőltesd magad. Nem csak a balta nyelét kell szorongatnod, hiszen most már csak te maradtál nekünk, ahogy mondani szokták, magnak. Most majd sorra járod a házakat, mint a postás. Lehetne egy kis tisztesség benned, Polina, katona feleség vagy, és nem unatkozó dáma, ne hozz szégyent az uradra. Ó, Jevgrafics, lehet, hogy éppen most melengeti valaki őt is. Tudom, hogy neki sem csupa öröm a sorsa. De az asszonyt mindenki tudja. A csók élteti. Ezért hát hálásan köszönjük neked ezt a jó cserét. Mi asszonyok. Gyere,
mégis csak keserves a nőknek a háborúban. Ezek mind önkéntesek. Kutyabajuk, fiatalok, egészségesek, csak úgy feszül a keblük. Feszül? És ha ezekbe a feszülő keblekbe repesz vág, akkor mi lesz? Mielőtt belép hozzánk törzsőrmester elvtárs. Ez már nem raktár, hanem hálókova. Hát ez micsoda? Még sohasem látott ilyesmit. Elárul bennünket, azonnal szedjék le. Parancs van rá. Miféle parancs? Hát erre vonatkozó. Ki mondja, hogy a női harcosoknak minden fronton szabad fehér neműt kiteregetniük, éppen álcázás céljából. Majd utána nézek. Ha nem találok ilyen parancsot, magam szedemre is vágom a tűzbe. Hogy képzeli elégetni a kincstári tulajdon? Kincstári tulajdon? Láttatok már ilyen morcos vénembert, lányok? Ne vihogjatok! Vegyünk én ruhámet, zsondolás, hajam és diadémot fűzött vele. És arra ébredsz, hogy mindig elóg a kezed. Napról érni, ha meg fogsz, neked adom. Sétálgat. Sétálgat. A patakon túl. A patakon túl. Nem illik leskelődni, törzsőrmesterem. Levetni a derék szíjat. Gyerünk, mert erőszakot alkalmazok. Most pedig harcos elvtársak, jelentkezzenek a parancsnokuknál, és jelentsék neki, hogy a parancsnok 3 napi fogdát adott maguknak, mert durván megsértették az arcvonalság fegyelmét. Futás! Indulj! Azt képzelik, hogy levesznek a lábamról a női bájaikkal, hogy találtak egy szoknyapecért. Szerintem maga ezt eltúlozza, Fedot Jevgrafics. Hiszen maguk között vénembernek nevezik magát. Ennek megfelelően nézze őket. Illene kopogni, mielőtt belép egy helyiségbe, kedves szakaszvezetőtárs. Ez itt nem raktár. Ezenbe se jutott. Nem akar mindjárt. A rám bízott helyőrség rendjért is maga felelni, szakaszvezető elvtár. Majd felelek is, ha kell. Itt lapul, mint egy nyúl. És parancsol. Kit nevezelt a gyáva nyúlnak? Még hogy ő lapul itt, mint a nyúl? Még mindig egy tucat szilánk van benne, amit nem tudtak távolítani. Nézd meg az udvanyát, de nézd! Ha megülsz, se szerzel ennyit. Ember, éppen ő rá mondani ilyet, és még hatalmat adnak az ilyenek. Tessék, itt vannak a derékszíjak, szakaszparancsnok helyettesek. Tehát csinálnak foglalkozásokat a szabály szerint. Thank you.
személyzet jobbra, kettes kezelő személyzet balra. Lakosság az óvóárokba. Repülőre 18 fokos szög alatt. Sebesség 140. 18 fokos szög alatt. Értettem. 18. Értettem. 18. Rövid sorozat. Tél befogva. Tűz! Mindegy, a túlban nem lesz valami vidám az élete. Hagyd, Rita, ne pazarold a lőszert, úgyse találod el. Ott himbálódik a másik is. Nézd, Vaskova segítségére siet. Mindjárt odaér. Olyan a vízbe futjana vagy a fákra. Pihenj! Magam is látom. Kinek az érdeme? Oszjanyina tizedes lőtte le személyesen. Nem személyesen, hanem az üteggel. Jól van, Oszjanyina. Felterjesztem kitüntetést. Nem kell kitüntetés. A pilótákat elfogták?
A tóba estek, az egyiknek nem nyílt ki az ernyője, a másik az ölünkbe pottyant volna, de hozzi a nyina. Kár volt. Én is azt mondom, kár volt. Csak azt nem értem, hogy mi a fenét akarhatnak felderíteni a maguk körületén. Ha, Vaszko? Két sebesültünk van. A sebesülteket elviszik. Egyébként hoztam maguknak utánpótlást. Na, ismerkedjenek össze. Mi? Margarita? Üdv az újoncoknak. Jöjjön csak egy pillanat. Hosszabb időre. Milyen elegáns csipája van? Hát, még meglátom. Ugye ti üdülni vagytok itt? Hát, hát igen, a nők a fronton, mint ön is tudja, mindig a férfiak érdeklődésének a középpontjában állnak. És előfordulnak nem kívánatos esetek is. Miért meséli ezt nekem? Mert őszinte akarok lenni magához. Tudja, az egyik törzsfőnök, egyébként családos ember, szerzett magának egy, hogy is mondjam, barátnőfélét. Mi közöm nekem ehhez? Ne türelmetlenkedje már, hallgasson végig. A katonai tanács tagja megtudta a dolgot, azt az ezredest magához rendelte, nekem meg parancsot adott, hogy a barátnőjét tegye megfelelően. Érted? Leléphetek őrmére. Nem kérdezel olyat, hogy miért vagyunk itt. Na, azért ne ígyünk túlságot. Nem, én egy csöppes. Nagyon aranyos. Itt jön, és meglátod. Oszjányi Naraj parancsnok vagyok. Komelkova harcos. Burvics harcos. Hallottam, mit felelt rá. Nekem nem kell kitüntetés. Ahelyett, hogy szovjet hazámat szolgálom. Az a baj, hogy amikor negyedikbe jártam, az apámat széttépte egy medve. Hogy kerül ide a medve? Én voltam a legidősebb. Kívülem még 7 éves száj. Hát nekem kellett abba hagynom a tanulást. Ezek meg mind 8, sőt 10 osztályt végeztek. A 10-ből elveszünk 4-et, 6 marad. Vagyis többel maradtam mögöttük, mint amennyit elvégeztem. Nem boldogulok fel, hogy őrnagy eltárs küldjenek engem az első vonalba. Mi az? Megfáztál, Vaszko? Te is őrnagy elvtárs! Vaszko! Tessék, még naposuk sincs! Ide hallgass, Vaszko! Üdíts be ezeknek a lányoknak, de jó alaposan! Legyen nyugodt, őrnagy elvtárs, befűtök nekik. Helyes, nagyon helyes. Az első naptól készülök rá. Mire készülsz te? A letolásra. Mert hát, ami itt van, az kézbotrány. Eredj már te, fürdéshez fűzs be nekik, szaunához. Gyógyuljatok meg minél előbb! Próbáljatok visszakerülni hozzánk! Vissza a kitüntetést. Nekünk privát elszámolni valónk van egymással. No csak, milyen önállóak vagyunk. Nem tudok megérteni egyeseket. Talán engem? Például téged. Á, már informálódtatok. Hát csak rajta. Neveljél. Most kezded el a nevelést, vagy majd csak takarodó után. Nekem férjem volt zsenya. És elcsábította valaki? Nekem ne siránkozz, én úgyse sajnállak meg. Nem csábították el. Megölték június 24-én. És amikor a finn háborúban volt... Én is a finn háborúban kaptam ezt. Uh-huh. Szóval amíg ő ott harcolt, a hóban kúszott, a felesége belehabarodott az ezred állatorvosába. Elváltak, és a kisfiút a bíróságon magának követelt. És elküldte az anyjához. Hogy holnap a rám bízott helyőrség beosztottjai küldőnapot tartsanak. Szappant nálam vételeznek. Ezért kértem, hogy ide irányítsanak. Közelebb a fiamhoz és az anyámhoz. Már nem vagyok egyedül. Holnap megint megyek. Senkim sem maradt. Az öcsémmel, a húgommal,
Az anyámmal. Német géppuska végzett. Lövöldözés volt? Nem, kivégzés. A parancsnokok családtagjait elfogták és kivégezték. Egy észtasszony rejtett el a szomszédban. De mindent láttam. Renya. És az ezredes? Hogy tudtál, Renya? Hát tudtam. Luzsin őrnagy, parancsára jelentkezem. Isten hozta. Bemutatom a lányomat, Jevgeniát. Igen? A hátunkat kimossa meg. A parancsnok. Tényleg, lányom, miért nem tartjuk mi férfiak a törzsőrmestert? Ki kellene sorsolni közöttünk, hogy kipróbáljuk. Folyton a körletet járja földreteget szemmel, mint elvesztett volna valami. 20 szót tud, azt is a szabályzatból. Mondhatsz, amit akarsz, de a háziasszonya teljesen elégedett vele. Ez nem is igaz. Beleszeretett. Belebolondult. Lányok, a mi viskinánk beleesett a derék hatniba. Szégyen! Ne hidd, hogy minket minden érdekel, amit az asszonyoktól hallasz. Na nézzétek csak a hős özvegyet! Jobb, ha hallgat! Szakaszvezető őrtárs. Én állítólag kissé ideges természet vagyok, és nincs mit veszítenem. Mit mondtál? Ugyan, lányok, ne veszekedjetek. Inkább szavalok valamit. Akarjátok? Miért csirsztek is buta? Nem tudom mit. Semmit sem tudok. Teljesen elhagyatott helyen. Az apám erdész volt. Anyám mindig azt mondta nekem, csak hinni kell, kislányom. Erősen hinni. És lehet, hogy már a holnap meghozza a boldogságot. Egyszer csak felébredsz, és ott van előtt. Thank you.
Unatkozom. Ostobaságot még unalomból sem szabad csinálni. Gyere a városba. Elhelyezek a technikumban és a diák otthonban. Ez tavaly történt. 41 tavaszán. Hinned kell, Liza. És akkor valóra válik. Lehet, hogy tényleg a közelben van a boldogság. És holnap már ott is van előtted. Csak visszahozni nem lehet soha többé. Egyszer űzött hajdan szállni minket a hatalmas rontó szenvedély, hogy ledobjuk gyűlölt terheinket, s lehújjunk, ha röptünk véget ér. Úgy álmodtad, hogy együtt elégünk, ölelésben összeforva, hogy megadatik egykor látni nékünk a ma boldog paradicsomot. Lám csak az a szép álom mivé lett. Mit tehetnénk, hisz ez a sora. Megcsapdosod gorombán az élet irgalmatlan sújtó ostora. Nem ügyel ránk a sietős élet. Persze, hogy az álom hazudott. Vajon együtt nem voltunk-e véled valamikor mégis boldogok? Ez a hajfürt egyre fényesebben, nem a régi lángtól ragyog úgy. Te hiú vad rossz, feledhetetlen mégis. Immár rám ne haragudj. Szonya, szavaj még. Talán-e mély szerelmem a lelkemben nem hunyt egészen el. De békéjét ne dúlja már felessen. Nem is búsítom önt már semmivel. Szerettem önt. Némán, reményvesztetten. Voltam szelíd, majd féltékeny s iri. Mély áhítattal gyöngéden szerettem. Ég adja, hogy szeresse más is így. Hogy férhez mehessen, és szűjjön. De én 18 éves korom óta hordom ezt a mundét. Nem szabad. Még minden lehet. Oh.
Direkt engedélyt jelent. Mi van? Hát ez. Kihallgattalak benneteket. Ezek szerint végeztünk. Magadról. De soha nem mondom el senkinek. Soha, amíg élek. Van egy kis cukrom meg tejkonzervem. Én nem szeretem. Hát akkor tedd el. Milyen aranyosak vagytok. Készül. Nagyon hideg a víz, vigyázzon, nehogy felfázol. A gőzfürdő kellemesen. Majd még megtámadja egyre. Jöjjön inkább velünk fürödni. Megmoshatja a hátunkat. Hajd a felébe, Liza, maradj. Segítek. Na mit mondtam, hamarosan esküvőt tartunk. Menjetek a csodába. Gyerünk fürödni. Gyönyörű bőröd van. Szobrot lehetne mintázni rólad. Milyen szép vagy. Bűn ilyen tökéletes alakot egyenruhába dugni. Várjatok csak, csinálok nektek mindjárt egy kis gőz. Erre, erre, utánam! Mondtam, hogy ott van. Látjátok? Ne menjetek oda! Ne nyúljatok semmihez! Hagyjátok békén! Nincs ott semmi keresni valótok. Hű, ez jól esett. A katonai életben egy jó szauna a legnagyobb öröm. Majd, ha öregek leszünk, kislányok, és mesélünk az unokáinknak, ezt a fürdőt többször is elmondjuk neki. Ahhoz előbb anyának mindig a szép tejének volt a gyengéd. Ha nem győzöd le ezt a gyengédet, szigorúan soron kívüli ügyeled megszalak. Nem ijesztesz meg. Nem is hiszed, mennyi büntetést kaptam én már ezért. És egyáltalán kinek a kedvéért hordod? Mondjátok, én tényleg ilyen gnya vagyok. Ugyan gálka, ne valóban. Hát, szépség királynő nem vagy. Gyere csak ide, te kis magta. Te kis magta. Mutasd magad. Fordulj.
Olyan szépséget csinálunk belőle, hogy... Ide figyeljetek, lányok, rendezzünk bánat. Jó ötlet. Jó ötlet. Milyen esemény örömére? Nem örömből, hanem bánat ellen. Itt van a mi kis falunk, itt a Legonto meg a Bobtó. A Murmanszki vasútvonal, a fehér tengeri csatorna, és körülöttük nyilacskák meg pontocskák. De vajon mit jelentenek? Minden utat berajzoltak. És mindegyiket ismerik? Mindent, és mégsem mindet. A tó körüli utakat ismerik. És a mocsarat is berajzolták, és meg is jelölték, hogy többnyire járhatatlan. A lányok Polinához mentek kölcsönkérni a gramofont. Nyilván szórakozni akarnak. Tartsd rajtuk a szemed, nehogy leigyák magukat, és megbolonduljanak. Majd gondolom lesz rájuk. Zsenka! Ah! Na, gyere, törjük meg a minden nap mit képzeltek? Rendes szerint. Nem csak ármilyen. Mindig a szőkék tetszik. Nem légy kíváncsi, hamar megölek, félsz, hogy megfutatok. Ügyes lány vagy te, Galka. Csinos rászot szerettél, egy bombivál. Jó, hogy csak ármilyen silány férfi fog nekik, csak hadrág legyen rajta. Ide figyeljetek, lányok, lesz, ami lesz. Én holnap mégis megszorongatom egy kicsit a parancsnokat. Valami sötét helyen.
röhögésből. Ha még egyszer ilyesmit hallok, állhatok a törzségen rogyásnak. Hagyd őket, Rita, hadd betegjenek kedvükre. Legyenek szerelmesek, nem szólok semmit. De úton útfélen csókolódni, ezt nem tudom megérteni. Mutasd példát. Miért talán nincs igazam? Vitát abba hagyni. Rég nem énekeltünk. Like.
tehát... Táncoljanak csak tovább. Én is megnézem. Jó, jó, de visszaérsz. Attól félek, hogy nem. Egyetlen még valamit. De mi? Valami vidám. Közömet, rendszás. Árulja már el, mi a kedvenc nótáját. Ideje lefeküdni, lányok. Holnap 6 órakor ébredünk. Várj egy kicsit, Rita, jó? Hadd énekeljen még valami, Zsenya. A törzsőmester reptárs is meghallgatná. Elég volt, lányok, késő van. Vége a koncertnek. A szabályzat? Én is úgy elálmosodtam, kislányok. Hát akkor menjünk lefeküdni. Ne menni, Polina, maradj. Legalább várd meg, amit csendesedik az eső, bőri gázol. Nem számít, nem vagyok kukorból. Hát, ha úgy gondolják, akkor... Mondottam mulasságunkat. Nem lő. Ja, die Kisten sind ja auch nicht ohne. Sind wir hier richtig mit dieser Ladung? Mensch, wo irren wir uns denn hier herum in diesem Wald, Donnerwetter? Und noch dazu dieser dicke Wald. Wenn es einen Wald ist, sollten wir doch endlich finden. Sollten wir finden, dass es einen Wald ist. Vannak az erdőben. Menj vissza. Honnan tudod? A saját szememmel láttam. Ejtőernyősök. 2 géppisztolyjal. Riadóztasd a rajt. Kirjen a vád hozzám. Futás! Igen. Raj, riadó! Kirjálom a parancsnokot! Igen, én Vaskov 3-as erdtárs. Németek vannak az erdőben a körlet mellett. Az imént fedeztük fel őket, a létszámuk 2. 2. Janyin a tizedes fedezte fel. Már riadóztattam a rajt 3-os elvtárs. Át kéne fésülni az erdőt. Engedje meg, hogy megszervezem a kutatást. Hiszen csak ketten, mindössze ketten vannak. Ha nem megy simán, magam is elbánok velük. Míg ki nem hűl a nyomuk. Értettem, őrnagy elvtárs. Hiány! Hiány! Tizedes, jelölje ki azokat, akik velem jönnek. Várjon csak, Oszjanyina. Németeket fogni megyünk, nem halad. Ráadásul géppisztolyos németeket. Ezért hát legalább lőni tudjanak. Tudnak. Hadd menjek én is. Én nem ellenzem. Igen, és még valami. Valaki tud németül? Én tudok. Maga nem ismeri a szabályzatot? Szabályosan kell jelentenie. Burvich 6-os.
Meg enni is olasapkájuk. Hogy mondják németül, hogy kezeket fel? Hände hoch! Helyes. Hát akkor jöjjön Gurvics is. Úgy számoljanak, hogy két napra megyünk. Mit kerestél te? Hajnali 4 órakor az erdőben. Semmi, ki kellett mennie. Ki kellett? Erre a célra én magam állítottam fel az árnyékszéket. Az már szűk nektek? Nézetőrzsőr, mesterestárs, vannak kérdések, amelyekre egy nő nem köteles válaszolni. Nincsenek. Itt nincsenek nők. Csak katonánk és parancsnokok vannak, háború van. És amíg nem lesz vége, mindannyian semleges neműnek számítunk. Az ön ágya nem erről tanúskodik, tisztelt semleges nemű törzsőrmester elvtárs. Úgy rém lett. Lehet, hogy tényleg csak rémeket láttál. Mint a nehéz láda lett volna náluk. Robbanó anyagot vittek, és nem a dóz, hanem a vasúthoz, vagyis a kirovi vasútvonal felé. Az jó messze van. Gyerdő veszi körül. Ha így van, jelenteni kellene a vasútőrségen. Majd Kirjanova jelenti. Ezt a térképet, amit a tóból haláztam ki, eljuttatod az őrnagyhoz. Hát, ha megtudunk valamit a céljukról. Te csak egy élosz, Jennina. Hogy? Na, add csak ide a fegyveredet. Csak épp egérfészek nincs benne. Mindenki megtisztítja a fegyverét a tisztességesen. Ettől függ, hogy itt fogunk-e holnap teázni, vagy Szentpéternél. Lát fel itt le. Ez aztán jó kis parancs. Még jó, hogy csak a lábbelit. Nincs beszéd! Teljesítsék a parancsot! Ilyen kapszával nem sokra mennek. 2-3 kilométer után olyan víz folyogni a lábukon, hogy arról koldulnak. Csak Oszjanyinája szabályszerű, így csinálja mindenki. Már megtaníthatta volna őket kedves szakaszvezető elvtárs. Gomelkova csizmáját cseréljék ki. Mert még azt hiszi a fic, hogy divat bemutatón van. Egyedül vagy, Maria? Egyedül. Szóval az ellenségtől nem kell félni. Ő bujkál a mi hátországunkban. Vagyis ő fél csak igazán. Szedjék össze gyorsan az árdugattyúkat. És még valamit. Az ellenség felbukkanás esetén, vagy ha valami váratlan esemény történik, ki tud madár vagy állathangot utánozni. Most nincs hely a viccnek, Komelkova! Az erdőben nem kiabálhatunk egymásnak. A németet sejtették a fejére. Én tudok. Mit tud utánozni? Hát a szamarat. Az erdőben általában nincsenek szamarak. Na jó van. Akkor most megtanulnak hápogni, mint a kacsák. Így csalogatja a tojó a gácsért. Teljes. Tehát egyezünk meg. Hápogás. Figyelem, ellenséget látok. 3 hápogás, mindenki hozzám. Minden világos arcos elvtársak. Igen. Eltartom, táplálom és gond is előny volt. Nyáron ügyesen gazdálkodott. Télen vadat szerzett. Igen, ő dolgos, jóra való, szorgalmas. Szóval jóra való. Utána visszajövök, vagy legrosszabb esetben szerdán. Visz honnan van? Asszonyok, asszonyok, a férfi népnek meg se kottyan a háború, de nektek. Igazán! Szaporán, szaporán! Pricskina! Parancsolj! Hadd műveled idejére az osztag tagjai közül helyette semmi. Oszjanyina tizedest nevezem ki. Értettem. A hápogást el ne felejtsék. Marra!
Lépés, lépés! Kettes oszlop! Utasba! Ne akarj minden áron hős lenni! Meg az anyád? Hogy árva vagy? Nem is tudom. Lehet, hogy árva. Mi az, hogy nem tudod? Ugyan ki tudhatja ezt manapság, törzsőrmester elvtárs? Igaz. Minskben élnek a szüleim. Én Moszkvában tanultam. Éppen a vizsgákra készültem, amikor... Van híred róluk? Ugyanhogy lenne. Mondd csak, ugye a szülei zsidók? Nyilvánvaló. Nyilvánvaló. A Moszkvában élnének, nem kérdezném. Talán el tudtak menekülni. Hogy azt a keserves... Káromkodni akart? Ne zavartassa magát, már megszoktam. Ennyit, hát... Megütötted magad? Nem. Az a Gurvics harcos. Lápok gyorsan hármat. Minek az most? A harckészültség ellenőrzésére. Na, elfelejtetted, hogyan mutattam? Ha történt volna titeket, már az angyalok fogadtak volna a más világon. Úgy trappoltok, mint egy elefántsorda az őserdőbe. Elfáradtatok? Ugyan mitől? Akkor semmi baj. Nem láttatok semmi gyanúsat az úton? Semmi lényegeset. Néhány letört ágat a kanyarban. Nagyszerű. Ügyes vagy. Látti? Semmit sem láttunk, minden rendben volt. A bokorról lehult a harmat. Ez aztán a szem. Deréklány vagy Bricskina harcos? Azon kívül még két lábnyom német ejtőernyősök csizmájától. Nyomokból arra lehet következtetni, hogy megkerülik a mocsarat. Hadd kerülgessék, van vagy 50 kilométer. Sétálgassa. Mi pedig egyenesen átvágunk rajta. Hogy képzeli? Hát nem itt. Tudom én, hogy hol lehet. Most pedig 10 perc pihenő és cigarettaszünet, mielőtt által megyünk. Nincs viogás. Végrehajtani. Ne kóricáljatok el messzire. Által kóricálunk. Parkold meg. Mese. Ez meg minek? Minden lépés előtt ki kell vele tapogatni a lábot. Itt jobbról balról minden ingovány. Mamát se lesz időtök kiáltani. Igazán. Bricskina harcos viszi a tolmács hátizsákját. Minek? Hogy legyen mit kérdezni. Gomelkova? Jelen. Vegye el Csetverták harcos csomagját. Ahogy parancsolja. Segíts, Szonya. Gyerünk, Csetverták. Egyúttal add ide a puskádat is. Ostobaságot fecseksz. A fegyverét senki nem adja ki a kezéből. Én megyek az élem. Mögöttem. Gurvics, Bricskina, Gomelkova, Csetverták... Oszjanyina látja el az utóvéd szerepét a hiba nélkül. Közvetlen a nyomomban, libasorban. És durungolni a lábot... Álljon csak! Mi az, hogy durungolni? Talán dorombolni. Mi van a kezedben? Egy hosszú bot. Ez a bot a durung, és ezzel durungolunk, világos? Tovább. Mi az, hogy tovább? Magához kéne egy szótár, törzsőrmester elvtárs. Hi, Evgenia, hagyd abba. Semmi baj. Nem sokáig lesz már kedve viccel. Nagyon mélyavít. Hát ilyenként majdnem. Na várjatok csak, hogy is mondjam. Nektek kötésig ér. Vigyázzatok a puskátokra. Utánam! Oldalra egy lépésse! Oh.
állj meg, Komelkova! Megyek! A kis szigetig. Nincs megállás. Gyerünk! Jössz, Galka! Utánam! Szorosan a nyomomban! Megyek! Nincs semmi baj, lányok. Már nem sok van hátra. Ó, a szomorú szentségi. Elfogyott az erőd? Nincs semmi baj. Halott helyez. Minden elpusztul. Ne féljetek. A mocsár gázbugybarékol. Az öregek azt mondják, ilyen helyeken lakik a mocsári lidét. Micsoda? A lábgazdája. De hát ez csak mese. Még szerencse. Csak ne siessetek, lányok! Nyugodtan, nyugodtan! Itt pihenünk egy kicsit. Ó, na mi? Jaj, de jó! Kidöglöttetek? Alaposan. Hát akkor pihenjetek. Mafla vagy te, Gálka! A lábfejedet felfelé kellett volna feszítened. Azt csináltam! Csak rosszul. Semmi baj. Csinálunk neked egy jó kis bocskort. Az szép lesz. De csak a mocsár után kidolgatik. De jó, és így fürdés után, igaz? Csurombizes vagyok. Egészen a, na, hogy is mondjam, a kötésemig. Kár, hogy nem csipkés bugyi van rajta. Na, gyerünk tovább. Fogjátok a durungokat, és utánam az előbbi sorrendben. Szárítkozni, melegedni, majd ott fogunk, a túlsó parton. Ne maradjatok le! Zsenya, van nálad tükör? Hát nincs most arra szükség. Zsenya, fésülj meg! Há, így is szép vagy, kár elrontani. Zsenya, eleget voltál. Jaj, jó, megyek már. Készen vagyok. Jöhet, törzsőrmester elvtárs! Kész vannak, harcos elvtársak, rendesedték magukat? Rendben, törzsőrmester elvtárs. Nem hidelegnek? Minek? Nincs, aki felmelegítsen. Lesz még meleged anélkül is. Aztán mitől? Itt a cipelő. Hűha, a legújabb divat. Jó lesz? Kitűnne jobb, mint a csizma. Na akkor indulás, harcos elvtársak. Még jó másfél órás út van előttünk. Utánam, indulj! Mozgás! Szaporábban, élénkebben! Na, kimeregettél már, Komelkova? Ez még nem az igazi! Na, tegy már! Látjátok, itt kezdődik a színű indom vonulat. Ennek a vonulatnak a túloldalán szintén van egy mocsaras tó. Legontónak
nevezik. Élt itt egy szerzetes. Legont volt a neve. A csendet kereste. Hát csend, aztán van itt elég. A németnek csak egy útja lehet. A két tó között a dombon át. A harc örök. Békét csak álom hozza. Mint áradat, száguld a sztyeppi kanca, letiporva a virágokat. Harcos elvtársak, az ellenség két fritt személyében, a Hoptó körzetében mozog. Azzal a céllal, hogy titokban eljusson a Kirovi vasútvonalhoz, és a hadászatilag nem kevésbé fontos Fehér-tengeri Balti csatornához. Úgy határoztam, hogy az ellenséget lesállásban várom be, és megadásra szólítom fel. Ellenállás esetén az egyiket megsemmisítjük, de a másikat mindenképp élve fogjuk el. Minden felszerelést a tartalékállásban hagyunk, és Csetverták harcos őrizetére bízzuk. Kérdés van? Miért maradok tartalékban? Lényegtelen kérdés, harcos elvtár. Azért, mert te vagy a tartalék. Nincs több kérdés, minden világos. Remélem az is, hogy csendben kell lapulni, mint a nyúl. Elsőnek én fogok velük beszélni. Németül? Oroszul. Maga pedig szépen lefordítja, nem értik meg. Minden világos? Aztán harc közben ajánlatosan behúzni a nyakukat, mert nincsenek egészségügyek a közelben, és a mamájuk sincs itt. A németekkel jobb messziről harcolni, amíg maguk. Mire a karabét előrángatják, azok sitáv elővik magukat. Ezért a legszigorúbban megparancsolom, hogy fekve maradjanak, egészen addig, amíg a tüzelésre parancsot nem adok. Nem fogom tekintetbe venni, hogy nőnemiek. És éjszaka nincs alvás. Figyelni fogunk. Végeztem. Szerintem a tüzelőállásunk kitűnő. Nézzétek meg, a németek csak a part mentén jöhetnek végig. Legalább 3 óra kell ahhoz, hogy felérjenek a dombra. Ez alatt mi végig szemmel tartatjuk őket. És a tartalékállásba is veszély nélkül visszavonulhatunk a sziklák között bármikor a szükség van rá. No, de úgy gondolom, hogy erre nem igen kerül sor. Azt hiszem, 200 diverzánssal 1-2-re elbánunk. De mit ragaszkodsz? Nem vagyok én a szeretőd. Semmi okot, hogy nekem hagyd a javát, egyén rendesen, ahogy katonához illik. Hát eszem én. Látom. Csovány vagy, mint a vetési varjú. Nem bír el a lábad. Mit tegyek, ha ilyen az alkatom? Alkatod? Nézd meg Bricskinát. Neki is csak olyan alkata van, mint másnak, és mégis öröm ránézni, mert akad rajta mit nézni. A németeket körülbelül 4 óra múlva várhatjuk. Németek? Hol? Az erdőben. Már azt hittem. Aludjon egy keveset, Fedotyev Grafics. Hová gondolsz, Oszianyina? Csak egy kicsit elbóbiskoltam. Lesz nekem örök álmom. A németeket elszalasztottam. Ha lelőnek valamilyen parancsnokot, vagy ha felrobbantanak valami objektumot, magyarázgathatom én akkor a bíróságnak, hogy mi a fenét lapultam itt, ahelyett, hogy az erdőt átfésültem volna veled, és elkaptam volna a fritzeket. Mert titeket sajnáltalak. Nem akartalak benneteket közelharcba küldeni. Csak hogy ez nem mentség. Nem. Akkor ez nem mentség, ha nem teljesítem a harcparancsot. Talán ők is alszanak most, Fedotyev Grafics. Alszanak. Ők is csak emberek, nem? Maga mondta, hogy ez a dombvonulat az egyetlen megfelelő átjáró a vasúthoz. És odáig még. Jó 50 kilométer, az biztos. Ráadásul ismeretlen terepen, minden bokortól ijedezve. Mi? Margarita, hogy is hívják apai nevét? Szólítson csak egyszer Heritának. Szabad? A haza hősvédőjének. Ajándék. Gyújtson rá, Rita. Nem dohányzom. Az, amit arról mondott, hogy ők is emberek, plám, nekem eszembe se jutott. Nagyon jó mondta. Este van, ugye? Ugyan, a saját színe. Vízi tündér. Talán fésülködni sem szabad. Fésülködj, csak fésülködj. Törzsőrmester elvtárs, kérdezhetek valamit? Kérdezhetsz,
mesterevtárs. Maga nős ember? Igen, nős vagyok, Komelkova harcos. És hol a felesége? Ugyan hol lenne, otthon. Gyerekei vannak? Gyerekeim. Volt egy kisfiam. Hogy volt? Hát úgy, hogy nem vigyázott rá az anyám. Az anyja. Ott hagyott minket, a feleségem. Ha majd visszamegyünk, elmondom. Mondom én, hogy talpra esett ügyes lány vagy te, Bricskina harcos. Jól berendezkedtél itt. És ápolni is jól tudsz. Nem vettél észre semmit? Egyelőre csend van. Figyelj mindenre, Elizabeta. Nem reszkete valahol a bokor. Nem rebben fel madár. Te erdőben éltél. Tudod, mit akarok? Úgy. Ilyen szép. Mintha nem is lenne háború. Liza, Liza, Liza Véta, miért nem üzensz nekem néha? Vidám nótát nem dalolsz, levélre nem válaszolsz. Ez olyan divatos mondóka volt mifelé. Maga ide valósi törzsőmester eltárs? Szolgáltam itt elég sokáig. Mifelé meg azt éneklik? Majd máskor, Lizaveta, majd azután. Előbb teljesítjük a harcparancsot, aztán dalolunk. Becsületsz a vára? Megmondtam, nem. Vigyázzon, törzsőmesterettárs, megígérte. Sivár zsibbadság sok-sok éve. Fiad emléket sem leri. Vad, véres évek nemzedéke. Mi nem tudunk felejteni. Kihamvadt évek. Vajon mit üzentek? A tévolyte vagy a reményt, a szabadság s harc fírja reszket, az arcokon azóta még. Kinek olvasol? Azt kérdezem, kinek olvasol? Senkinek, magamnak. És miért fenn hangon? Elrontod a szemed. Világos van, törzsőrmester eltárs. Azt csak úgy általában gondolom. Ne üldögélj a csupasz kövön. A kő hamar lehűl és kihúzza belőled a meleget. Tedd magad alá a köpenyt. Igenis, törzsőrmester eltárs. Köszönöm. És mégse olvas fenn hangon. Este felét nedves a levegő. A hajnalok pedig csendesek. Még 5 kilométerre is elhallatszik a hang. Mutasd a homlokodat. Lázad van, harcos eltárs. Itt a következmény a mocsárnak, meg a csizmának. Így iszod meg, vagy felhígítsak. Miért? Orvosság. Orvosság? Tesz? Tesz. Nem iszom meg. Így áll. Mondom, hogy nem. Azt mondtam, így áll. Ez parancs, érted? Mama
királya csak annak lesz, aki túléli a háborút. Mintha el akarnám veszteni a fejemet. Rá se rá. Holnapra megtalálod. Maga nem fázik meg nélküle? Ne félts engem. Én egészséges vagyok. Csak gyógyulj meg holnapra. Nagyon szépen kérlek. Gyógyulj meg. Majd igyekszem. Mamája csak annak lesz, aki túléli a háborút. Németek? Feküdj. Az a parancs, hogy aludjunk. Hogy érzed magad? Hol van Rita? Ott marad Vaszkóval. Hogy vagy? Nincs semmi baj. Törünk még ágokat? Sajoghat a lábad a szokatlan járástól. Egymást már meg kellett szoknom. Pihenjen csak le, majd én őrködöm.